Egy szolnoki lakos lakása lépcsőházában veszítette el szép kártyáját. A tulajdonos két nap elteltével sem találta kártyáját, ezért a kibocsájtó pénz intézethez fordult segítségért, ahol megtudta, hogy ismeretlenek szolnokon 602.045 forint értékben vásároltak több alkalommal a készpénz helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával élelmiszereket. A szolnoki rendőrkapitányságon nyomozás rendeltek el, és az egyeruhások azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. Csak hamar ismerté vált a feltételezett elkövetők kiléte. A büntető eljárás során megállapítás nyert, hogy egy 23 éve szolnoki lakos találta meg a kártyát, majd kiment a helyi piac piaccsarnokba vásárolni. Először csak kisebb tételt vett élettársával, majd a blokkon látták, hogy több száz ezer forint maradt még a kártyán. Ekkor a férfi a 41 éves édesapját hívta segítségül, akivel féktelen vásárlásba kezdtek. Többek között húsfélékkel, befűttekkel, mosószerekkel, szeszes italokkal, áruval pakolták meg, több alkalommal, több üzletben is a bevásárló kocsikat. Annyira sokat vásároltak, hogy végül taxit hívtak a több százezer forint értékű áru elszállításához. Otthon aztán kétfelé osztották az értékeket a nyomozó kézpénz helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával elkövetett csalás büntetett elkövetése miatt hallgatták ki a trió tagjait, akik beismerő vallomást tettek.